négy művész kiállítását nyitjuk meg, ebből három az én tisztem, és egy pedig barátunké, Csulat Erminé, ugye, aki hát például arról híres, hogy egy egész újságot, a Várhely című magazint az ő önéletírása miatt vásárolja az egész világ, úgyhogy az ő életírása pedig összetűnt a népszerű paposztár, akinek a terméke vagyunk, Japinak az életével. De erről majd ő, én inkább a három másik, a megművelt anyaggal is érdekes művészről szeretnék, és bocsássák meg nekem, a meleg miatt, meg az udvariasság miatt nem túl hosszan beszélni. Nem csak azért, mert hogy Polgár Rózsával, aki a textil magyarországi legeszköve, hanem tárgya is, és ebben a kettős összefüggésben egy olyan nagyon hosszú tanulmányok és szerzők hosszú sora sem volt képes, itt mostan hatatlan. Kezdődik azért már valami, amikor a található meg. Bár itt a teremben szinte mindenki tudja, hogy a műegyetemen, amikor olyan balhazos műhelyt kezdtünk, a többiek külsőtanárok, ez az egyetlen nem akar senki lenni, ez ugye össze benne megyek egy olyan teremben, ahol szövőszékán, de megmarad bennem a tiszteret és az állítat, azért, hogy tudja csinálni. Ha kevesebben lennénk, akkor ott kezdtük volna abba a teremben, hogy rá tudjak mutatni arra a két. Egyik egy babatakaró, a másik egy katonatakaró. És ha éltetek volna azokban az időkben, akkor tudnátok. Az a speciális magyar katonatakaró, amely valamivel borombán volt, eltűnni mentek el előre. Ő neki ez a darabja. És ha lenne még ilyen fogalom, hogy békeharcos, akkor azt hiszem, hogy egy ilyen mellett állni, mert szívörökölt után minden házunk, és annyira szeretem az emberek között, és annyira kifejezésre tudja juttatni, és annyira van egy gyűrődés egy képe, amit valahogy a mondani hallottam ezt, hogy megérte a elsőként csak ennyit, és azért, hogy az anyag, már jégkorszakot azt hiszem nem tudnám életbe maradni, de ő ezt valamit eljutott tulajdonképpen a világszínvonalra. Nem mondtam, de hát azt hiszem, hogy ez hozzátartozik. Nem mehet. És akkor erre mondom én, hogy az általános műveltségünk van. Az időnk múli, Lúcsban vannak a legkitűnőbb. Kértem egy maré, ilyen üveg, ha mindjárt másod egy ilyen dolgok kezdődik a kitartás. Átjön a határon, az külön halagos történet. Mi azért szeretjük megmondani. Ez az egész kiállítás, ezt a milliót, mindent valahogy úgy érzem, mint hogyha most megint karikázhatunk. Ez az öröm. Sokkal nagyobb azonban a szomorúság, mert Papockáról és egyáltalán erről az egész hangulatról, amit ezek a képek mutatnak, elsősorban az én feleségemnek kellett volna beszélnie, aki egészen biztos sokkal jobban örült volna ennek a kiállításnak, mint én. A feleségem 1947-ben Nyíregyházán érettségizett a Kálvinomban. Boros Géza volt a rajztervező. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy ennek a közös nevetős mozgalom. Kérem szépen, aztán összeházasodtunk, és már házasak voltunk, amikor megismerhettem Papockát. Abban az ismerettségből pillanatok leforgása alatt
egy egészen mély, a mai napig rendkívül őszinte barátságot, és most jövök megint a közös nevezőhöz, mert nem sokáig kellett egymással beszélgessünk, hogy megtaláljuk a mi talán legérdekesebb közös nevezőnket. Az egyik közös nevező az egy anyakönyvvezetői ügy volt, én augusztus 9-én születtem, Papuszka augusztus 11-én. Ez minket kötelezett arra, hogy mindig közösen ünnepeljük a születésnapot, igaz, igaz. Én 5 évvel voltam idősebb nőkkel. De most jön a másik, és a legfontosabb közös nevező. És ez a közös nevező Krúdi Gyula volt. Szóval egyszerűen vége láthatatlan órákat, napokat, heteket csak Krúdiról beszéltünk. Japinak volt egy csodálatos mértékegység a Krúdival kapcsolatban. Ő a könyvespolcán a Krúdi könyveket nem kötet számra, hanem folyóméterre adta tovább, és ebből kifolyólag kezdettől fogva lenézett engem, hogy nekem nem volt akkora folyóméter a Krúdi anyagom, mint neki. Létem, ha vélem leverült, ki imád tücsökhegedőt? Lángot ki lehel deres ágra, ki feszül fel a szivárványra? Látható mezővé a szikla csípőket, ki öleli sírva? Ki beszélsz falban megerett hajakat, verőereket, s dúlt hiteknek, kicsoda állít káromkodásból katedrálist? Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, s kiviszi át fogát,